Eszterházy Miklós gróf, nagykövet 1762-ben hagyta el utolsó követi állomás helyét, Szentpétervárt. 9 évet töltött ott, kiválóan képviselve a bécsi udvar érdekeit, biztosítva a birodalom számára az orosz szövetséget a 7 éves háborúban. Mária Terézia királynő már korábban is honorálta szolgálatait. 1751-ben a koronaőrök közé emelte, majd belső titkos tanácsos lett. Szentpéterváról való hazatérése után 1762-ben nevezte ki testőrségének kapitányává. Képünkön Eszterházy Miklós grófot vörös színű, prémmel szegélyezett, ezüstfonallal dúsan hímzett viseletben látjuk. Ez a királynő testőrségének egyenruhája volt. Mária Terézia királynő a 7 éves háború után, mint egy háláját kifejezve a magyar nemességnek, döntött magyar testőrsége megalakításáról. A testőrség a magyar nemzeti fegyvernem a huszárság mintájára lett felállítva. Az 1760-ban megalapított, kizárólag magyar nemes ifjakból toborzott testőrség kapitányává a királynő 1762-ben a frissen hazatért Eszterházy Miklós grófot nevezte ki, hogy diplomáciai sikereiért, hosszú kitartásáért megjutalmazza. A gróf nyakában rendjelláncon függ az aranygyapjas rendjelvénye. A színarany lovag rendjelvény színarany láncán a tűzkő motívuma figyelhető meg, a láncon kosbőr, az aranygyapjú függ. Ezt a Habsburg ház által adományozható legmagasabb elismerést 1763-ban, korai halála előtt egy évvel kapta meg Eszterházy Miklós.